Mindenkit, sziasztok, ez itt egy újabb The Crew videó, akik itt vannak velem, Ável és Misu, sziasztok! Sziasztok! Üdvözlet! Na hát akkor ahogy megígértük, ugye a Stingray-es, az milyen kocsi volt egyébként? Corvette Stingray-es videóban, hogy akkor csinálunk majd videót, hogyha kijön az új autó. Na most ugye kijött ez a Mercedes-Benz SLR 300, ez egy 1956-os, 55-ös kocsi. Van belőle performance, illetve szőrkújítós változat, egyébként ez most itt a performance-os. Hát ez nem igaz. Hát elég furán néz ki, én azt mondom. Nem tudjuk, hogy nekem a szőrkújítós valami jobban tetszik, de az mocskosom ilyen szőrkújítós, azt meg is mutatom. Ezt nézzétek, tehát ez ilyen, ja, ilyen katonai ízét tettem rá ilyen. De az a kipufogó rajta, az valami borzalány, tehát... Hát jó, hát az van izé, úgyhogy... De igen, úgyhogy ezt tervezünk, gyerekek, hogy ezt a kocsit bemutatjuk. Megyünk a szőrkújítóssal, illetve a performance-osról is egyet. Illetve bemutatjuk a két új faction buildinget. Ezek, ez nem mondja, ez a kocsi, ez egy performance. Jó, akkor Misu, indítsd a dörtöset, választhatok dörtös mindegyik kocsit. Mindegyik menne, mint az állat. Úgy van, hogy van, okay. van egy új dörtös, illetve performance-os, azt megcsináljuk. És lesz még egy szőrkújítós, ami már régenben van, de hogy akkor ezt a szőrkújítós mercit akkor ki tudjuk próbálni, meg akkor vártok akkor dörtösre. Hát nem is tudom, Skyline, Roof, hát igazából az a kettő közül változtam csak, szóval... Skyline-nak megnézem, milyen. Én hozom a fókuszt. Hát nem, én szerintem most hozok Nissant. Úgyis mindig izé megyek a Roof-a. Úgyhogy mondom, akkor dörtös új faction küldi, utána új faction küldi, ami performance, és ugye oda hozzuk a Mercit. És akkor végén pedig egy olyan, ami már régen benne van, egy ilyen szőrkőjtös verseny. Na ott nagyon durván ki lehet majd húzatni gyerekek ezt a jó kis szőrkőjtös mercet. Jaj, most Ábelnek ugye nincsen a szőrkőjtös mercet. Oda más fokon, igen, nem volt rá. Na skocok, akkor megyünk is, csak itt volt egy kis... Volt egy kis... Hiba Misunál. Szóval ez nem tudom, hogy miért, mint igen. Indulunk is akkor. Dörtözni! Idegesztő, elmondanád az... Én részemben is, hogy mit várhatóak, mert ott lenyújtam, szóval mármint úgy érted, tudod, hogy mire gondolok. Közben jó. Indítom. Ja, jó, oké, hát ja, most lesz egy dörtös új faction küldi, utána egy új faction küldi, ami performance, és oda ugye hozzuk a mercit, és akkor végén egy ilyen szörkuitos, ami már ugye régen benne van. Induljon a menet, gyerekek. Na akkor dörtös faction, nagyon kíváncsi vagyok egyébként, hogy milyen lesz, hogy ez a körverseny, vagy milyen Misu? Nem tudom, én sem voltam így rajtuk. De szerintem ponttól pontig. Ahú, ez lehet, hogy jó lesz. 1250-es szint kell hozzá? Na, 1280. 1280. Na, 1250. Hú, na ez jó lesz, gyerekek! Na, az ilyen jó, ó, jaj! Ez igazi dört. Ez az, így bizony. Ja, tudom, hogy miért ennyit írt nálam, mert nekem nem maximum a kocsi. Hány perces, Misu, rövidek, nem? Kevesebb, mint 10 perc. Szélyére. Ó, jaj. Mi ez az elkuparás? Ha ott van dörtös izéből, chargerből. Ne szórakozz. Misu, ne lökjél ki az Isten ágyom meg! Misu, ma nagyon lökdösődés napjából. Nem tudom, mi van veled, Misu, de... Kipasztó vagy. Az erő velem van. Ugye igen, játszhatunk gyerekek. Azt az erő, persze, lökdösődő erő. Tegnap de mi fura, volt gyerekek. Képzeld el, igaz, a crew az nem kapcsolódik. Nagyba hésztelünk, és akkor... Hát Misu megölt hészt közben, ott őrült ködött. Tudod, nem, csak bemutatta, hogy nem tud vezetni, tudod, most mi? Prezentálta, tudod. Mint mindig. Persze. Hát az annan nem igaz. Domó, száll kifel a kocsiba, lejövök, nagy rendület. Jézusom, mennyivel jobban megy ez a Skyline, hát ez még mindig nagyon OP dörtön a Skyline. Ja. Hát... Nem azért, de ez még csak az első checkpoint volt? Ja. A 31-ből, az érdekes. Hát szerintem ez a 8 perc amúgy ez a pálya, úgyhogy... Jó, hát nem baj, jönnek ugye az új faction küldik. A tényleg egyébként azt látom, hogy nagyon próbál az Ubisoft... próbálja ezt a játékot fönntartani. Ugye ja, új kocsival, új versenyekkel, de ez nem van show. Ez még mindig kevés, tehát... Kéne még, de azt mondom, hogy ez úgy lehetne földobni, hogy amíg kijön hozzá ez a Wild Park, ami ugye pénzék külön játék, na azt beletenni, na akkor tudja, hogy játszanak vele sokan. Nem külön játék, hát ja, de hát az, hogy akkor a lehúzás lesz, hogy kb. Még egyszer annyit el kéne kérte, mint jó, a játék volt. Jó, de ez a 9000-re tesz egy
egy nem a Ubisoft oldalán. Misu, nem kell megmagyarázni. Nem kell megmagyarázni. Ez egy kicsit nagy lehúzás. Na ezért ki is löklek. Na menj a példát! Nem kell megmagyarázni, ez egy lehúzás az egész. Én azt mondom, ma már minden lehúzás, szóval már tényleg bármit csinál az ember. Na nyomjátok neki! Ó, de jó helyeken megyünk, gyerekek, komolyan mondom. Ez egy jó pálya. Hát nem baj, hogy nyomja neki. Misu úgyis el fog rontani. Megidélek. Remélem. Megint ki fog lökni. Hát ez konkrétan itt ugye itt a Grand Canyon körül. Ben. Van. Mi ez a híd? Figyetlen jó. Olyan fura most ezzel játszani. Misu! De a picsát! Mit csinálsz, jó ember? Halott keresztbe lök a pályán, utána csodálkozik, hogy kicsúszik és direkt kilök. Hát nem igaz, Misu. Utolérem, halott? Mit bűvelsz amúgy? Én nem értem. Halott, engem is túléltem, mondom, ne túl, de tol! Na csak vágod, tol! Hogy belém jön, utána elkezd örjöngeni, hogy mi van, és kilök. Hát leszarok rajta. Húzta rád a fene, hát meglöktél, Misu. Öcsém, na, befordítasz magad elé. Nem, mindig jó csinál. Mi? Mi volt ez? Mi nem töltötte be a textúrát, ezt most töltötte be. Mi volt itt? Nem baj, most már úgy is tudja Misu, hogy mindenki ott csal. Lögdösít az embereket. Nem, csak bunkó módon vezethet. Legközelebb az lesz, hogy igazi pesti, hallod? Misunak kell számolni a tizet, és csak akkor indul. Nagyon jó az a pálya egyébként. Egy igazi pest ilyen, nem ez ilyen, ez belőlök érted itt a Grand Canyonba, simán megölne, csak hogy ő nyerjen. Hogy ne? Jól! Nem. Nem az itt egyébként, lehet rövidíteni, nem? Elbelé buszút kell állni. Jó tenni. Lefizetett. Olyaj, húzunk csak bele. De hogy a francba jössz ennyire utána, mert basszus, hogy levonsz. Hát egy kis skyline-ja van. Újjaj. Hát majdnem elkaptam egy oszlopot. Majdnem megcsókoltam egy oszlopot. Na jó, akkor itt úgy. Vagy ti húzzátok egymás szélárnyékkal. Nem. Le vagyok maradva, mint az állat, osztalom. Ja. Oh. Aztán végképp. A Skyline-nak ezek abnormálisan gyorsak, amúgy döltem. De a tiéd maxos? Nem. A francot nem is maxos, meg most beszorultam egy fába. Hát, nagyon jó. És ugyan meg a balra veszt? Ötször nyom meg 10 másodpercig. És én belemettem egy fába, és nem bírtam kijönni belőle, hát ez... Tomó, de nem. De szemetek pont ide rakják, hogy ne lehessen rövidíteni, jaj! Tényleg, ez amúgy mennyit ad? Ilyen pénzt? 8008. Jééé, hát ezzel mit csinálja? Na például én egyébként az ilyen versenyeket hiányoltam ebben a játékból, ahol nézzetek meg ilyen tök homokos cucc, ilyen földút, és akkor itt tök homokos. Na jó, azért ne értsük félre, jó? Azt a rohadt, de hosszú egyenes gyerekek, mi a... Jó, amúgy mi a manó? Hát ezt is úgy rajzolták, hogy így, nem tudom, jó, és mi felejtettünk elmondani, hogy ez a Merci. Jaj, én amit mondtam videó előtt. Only, szóval csak egy hét után lehet megvenni pénzért, de a season pass-esek ugyebár ingyenes. Igen. Mindenkinek. Itt akartam, hogy én mondtam itt a srácoknak már a videó előtt, én kiégtem azon, gyerekek, hogy milyen hangja van. Hát, oké, hogy mást hangot kapott, nem kaptam meg ezt az alaphangot, ami minden autónak megvan, de egy rakás szar. Gyerekek, szerintem aki egy kicsit ismeri az ilyen régebbi autókat, az tisztában vele, hogy ennek a Mercinek nem ilyen hangja volt, ennek olyan gyönyörűséges hangja volt, talán emiatt volt nagyon epikus autó, meg ismert,
és olyan ocsmány hangja van, olyan illúzió romboló, hogy katasztrófa, én így... Hát jó, így hát... bosszúból így neki mentem egyből vele egy bazi nagy falnak, tehát így... Tomoly, ötromó, Ábel és a bosszúállás. Ne! Jó, hát igen, ez van. Kileestem itt a grafkanyomba. Hogy más fejlesztők is hibáznak, például én azon akartam ki, ugye bejártottam. Jó, Misu, nem kell megmagyarázni, nem kell megvédeni őket. Na most itt csend, igen, és akkor ott a Porsche karelőcsíti meg érdekel. Olyan tré hangja volt, ami... Jó, hát a Need for Speed-ekben is ez jellemző, csak én itt kiiktetett, érted, itt pénzt fektetnek abba bele, hogy csak ennek külön hangot alkossanak, és mégis egy szart el. Magyarázkodj? Mi az, hogy nem magyarázkodjak? Misu, próbáld itt megmenteni itt a Ubisoftot pedig. Olyan Ubisoftnak dolgozik egyébként a Misu. Ja, igen. Azért lett szartod a... Nincs, ez a pályamod rohadt jó lett, de az a baj, hogy az autó... Amúgy szép is a Mercedes meg minden. Igaz, hogy nincs benne visszapillantó, de gyönyörű. Majd 2018. Ja, igen, igen. Ez egy ilyen új, hallod, az már egy next gen crew, hallod, van benne visszapillantó. Tényleg, minden, csak mondom, én a hangjától kiégtem, meg a másik, hogy ugye abszolút nem lehet átalakítani az autót. Jó, hát, de nagyon sem. Mert egyébként az alakja, az gyönyörű. Az, hát figyelj, Misu, azért ezekből olyan versenyautókat csináltak, hogy beszarnál rajta. Jó, azt izé, a szörkőítos az meg ugyanolyan, tehát. Hát azon mit lehet? Felnit, szint, felnit, matricát, meg még kész. Valamit. Meg a belső teret. Jaj, igen, jaj. Ennyi. Ugyan skacok, hát ez ilyen most. Hát nem esnek túlzás, nem baj. Egyébként nagyon szép autó, csak így soványos lett. Annyi, most jöttek új de... BVP módok, azokat majd külön másik videóban majd. Ja. De egyébként én meglepődtem, hogy így a ezért után a... mi az... Corvette után, mert a Corvette az nagyon jó lett szerintem, tehát a hangja is rendben van, nagyon jól vezetett a autó, gyors meg minden, tök jó föl lehetett tuningolni, meg olyan fura volt. Nem tudom, én igazából ezt vártam, ezt a mehetszet, nagyon... Hát de te is többre számítottál, nem? Ja. Kicsit. Nekem a Corvette az is nagyon tetszett. Hoppá, azért az kíváncsi vagyok egyébként a kis minire is, az nekem annyira nem tetszik, de szerintem dörtös autó az jó. Ja, hát az nem is, az mikor jön majd? Biztos jó mufa lesz. Augustus inkább. Jézusom. De azért ez is milyen, hogy kapunk két havonta egy kocsit. Vagy egy havonta, de akkor is egy kocsi, mit csináljuk vele? És ez is meg kellett venni a Season Pass-t. De adásra a Corvette-ban csak performance-os fel, és akkor a többi azért egy kaszt van, érted? Jaj! Izéhez lesz, a minihez lesz több. Igen, ott igen. Ott lehet street, dirt, meg... Na, akkor jó lesz farmolni. Értem én. Ja. Hát, ja, mondjuk abból a dirtös, a streetes, a szerintem felesleges performance, circuit, dirt. Ja, várj, és rá van belőle dirt rédes is. Jó, a rédes, ja. Uh-huh. Hát nem tudom, szerintem a rédesnek azért ez egy kicsit túlzás, de a dirtösnek szerintem jó lesz. De aztán lehet kipróbálom majd, hogy milyen rédes autó, mert... És a fékezve ott mérni fognak a cél előtt amúgy, és nagyon belemennyi a radarba, csak amúgy itt, ahol itt ilyen ugratós a pálya, ugye, hogy megyünk le itt a hegyre, ez kegyetlen jó. Nagyon feelinges. Ja. Mondom, ezt szerintem tök jól megcsinálni, ezt a pályát nincs. Ez a baj, hogy még itt nem lökött volna ki Michel, akkor itt lökött volna bele a folyóba szerintem. Igen. Én is úgy megyek, hogy na hát itt a Misu annyira jó kivéne, ahogy lök. Misu úgy választott autót, nem úgy, hogy ezért milyen lámpája van. Gajtörő van rajta elő? Itt be lehet érni a célba? Még van a manó? Lol, hátulról megyek be a célba, ez mi csoda? Úgy szokták, hogy a tanulóvezető közel én ilyen kis autót kapok, Misunak kamion lesz. Jaj. Hát jó lesz jó. A kíváncsi vagyok, hogy fog menni egyébként a Merci versenyen, a gyorsulás az valami brutális, tehát... Hát a szörkolt is az nagyon OP. Érted, rálépsz a gázra, az autó betapad és 90-en vagy. És eltelt egy másodperc körülbelül, tehát... Jó, de már kezdjük ott, hogy egy 1955-es kocsi sose fog 390-nel menni. Jó, hát ez nyilvánvaló. De egyébként biztos el lehet érni, csak sokat kell rajta bütykölni. Meg egy merevítés, amit tudom, micsoda? Az már nem az. Na, az autó. Na, meg lesz mindjárt merevítve, úgyhogy indiad a... indiad a... performance. Várjatok, vegyétek elő a Mercit. Előveszem. Másra fog bedobni. Tényleg nagyon durva, de ez egy performance-os is megy.
Amúgy belülről gyerekek, annyira nagyon jól néz ki. Ja, csak nekem azt szúrt szemet belül meg, hogy tudod, ott van középen az a szép izé visszapillantó, és ilyen szürke az egész. Szürke. Ja! Hát igen. Ja, tényleg, ja. De amúgy meg marha szép a belső terején. Baromi nagy ilyen hajókormány van benne. Igen, a nagy D. Mi a tör? Az a izé. A fekszőn küldi. Ez is olyan 10 perc alatti, nem? Ja. Mostanában csak ilyen rövid versenyeket adnak ki. Jöhetne 8 órás. Lett volna. Persze. Jó, Misu! Hallod, én az 1 órás izéktől kiégek, amire Misu beszokott rángat, nemhogy az ilyenektől. Múltkor is mentünk valami 20 perces versenytöcsén, már mentünk, hogy 5 perc, azt Misu újraindította, mert én kiestem. Hát ő nem fogja egyedül befejezni! Jaj, az amikor kiégtem vinni kell, rajta. Igen, amikor megsérül a csomag, vagy mi. Kiégtem rajta. De a végén ugyan ugye egyszerűen, de mit tudok megvannak megint rámban? Hát én biztos, hogy ott hagytalak volna, hogy játsszál egyedül, tehát... Ennyire szeretném. Igen, hát... Jó, vezetni se tudnak, nem kell kilökni titeket. Jó, Tomó is benézte, oké? Nézzük, Miami. Monitort kéne nézni vezetés közben. Tényleg tudom, hogy voltál, nem tudom, nem válaszoltál úgy, hogy negyedikén egyébként érdemes belépni majd. Jár egy ilyen különleges avár. Ja, jó. Negyedikén? Na, srácok, itt igazából 40 kilométert kell leautóznunk, ugye jól látom? Hol lépjében fél órán belül, csak hát ez nagyon hosszú verselet, Misó. 39 kilométer? Hát akkor lehet, hogy már ez nagyon sok, hát mindjárt ez egy hosszú gameplay lesz gyerekek, mert 28 hát, maximum perc. Maximum nem megyünk szörkűjtös verseny. Hát, de amúgy mindjárt lemegyünk, nem azért, de rohadtul lehet menni. Nézem, hogy már 37 szal. Ja. Megy ez? Újjaj, úgyhogy tényleg, most kacok, legközelebb tényleg csak ez a PvP-s gameplay lesz belőle. Meg igen, majd akkor, hogy csak kijön mód. Az új, ja, majd az új, mi az már, mini? Majd akkor lesz. Ja. Egy másik. Majd új PvP mód, majd azt ki fogjuk próbálni, valami Crown a neve, valami Korona. Gondolom valakit követni kell majd benne, vagy nem tudom mi lehet a célja, de... 360, nagyon megy gyerekek azt a mindenét! Hogy érte 3? Ó, szélányik, na biztos. 407! Hogy? 407! Mi a jaj? Tomó, hackkel. Nem. Hallod, simán lazán 407-et, azt a büdös! Ne. 356-nál többet. Jézusom, azt nem hiszem, hogy átmentem a fák. De mindjárt beindul, Misu, hallod? Nehogy indul be. 5-ösbe van 359-tel. Én mindjárt mondom. 364. Én most rányomtam a nitrót, 380. De hogy? Tomó csaj. 380-nal megyek most. Most hát lassú. Nem, hogy? 370. Most lassú hát vissza van. Már. Most lassú vissza, 360. 362-vel megyek most vele. A szélárnyékot szerintem ilyen távolságban is fogom, hallod? Tuti biztos föl bele, mert messze vagy, de tuti, hogy ér valamit, mert amúgy megyek, mint a disznó. Hát nem azért, de én is 390-nál megyek most. Pedig közel nincs a szélárnyékhoz, csak a nitró. Nem a szélárnyék, Misu! 409! 410! Igen, látom. Azt a mindenit, gyerekek, hát ez... Hát, várjál, Misu, próbáljuk már ki. Ez kegyetlen jó. Mindjárt megyek, azt 309, gyerekek! Jézusom, Tomó, te merre mentél? Na, egy kicsit... kicsit túl mentem. Hát de várjatok kicsit. Már, gyerekek, azért nézzük már meg, kegyetlen gyere. Jó. Egy rupor. Hát ez kegyetlen jó. És ez az ég. De ez is az ég kamu, azért ez a Bugatti Veyron-t ott hagyjuk, tudod. A betét. Gyertek. Betér elém a civil egy busz! Hát, Misu, most mondanék valamit, de inkább nem mondom. Nem vagyok pontján. Jó van ám. Nem tudom, én most, gyerekek, én most tudjuk, hogy én szarok a pályára, ez nagyon disznóul megy ez a kocsi. Na majd a performance, na majd megint. Az. Na majd az, gyerekek, az jó ez lesz. Ez a performance-os. Connectivity issue. Ez a baj, hogy Misu szerintem nem jött.
Téged ír, Ábel. Ha gondoltam. Mert a jó a UPC azért, csak azért. Szóval elám fog. Ne szólj, hogy ilyen hamar le lehet menni ezt a versenyt, ha mi 25, 5 percet eltelsz már, már a fele. Miért tök jó? Annyira jó, hogy lehet itt szállgozni 360-nal. Hát ez, nem, de tényleg jó az a kocsi, gyerek, most 380-nal megyek. Ja, jó, amúgy gyönyörűen sikerült, meg jól megy. Már aktiválódik 2 kilométer. Mi? Azt a hűdös! Halljátok? Hát, én jó, Misu. Megpuszíltam a korlátnak a végét, gyerekek. Hát Misu is megpuszílta, mind a két picit korlátot. Így, picit így, nem, már rángatózik, hogy ki van elől, halad, adjátok ma abba! Ha nézek, hogy rákötnózik, mint a parkítókóról! Jézusom, Misu! Hallod, ezt nem hiszem el, hogy Misu nem bír vezetni. Én agresszívan vezetek. Ne agresszívan, kicsim, ez nem vezetés, biliárdozó parkít. Várjátok már meg, húzassuk már ki a kocsikat. Várjátok már. Ne, bejött a kapcsolat. Mi ez a forgalom le? Jó, ezt ez mi? Átfogd el, mert ez vége. Kölcsönkényér visszajár, Misukám. Ez nagyon megy, gyerekek, azt a büdös 380, jaj! Az a civil elém, ilyet ügyem. Te betért. És megint egy taxi! Juhuhu! Eleget. Én rendeltem azt a taxit, Misu. Jó, itt le kellett volna térni a francba. Jó, hogy nézem a mapot, tudod? Hú, én kijöttem kicsit kaszálni. Ugye, mondtam valamelyik napom 5 omóra. Nem igaz, hogy ma keverem a neveket, igen. Ábelnek, hogy mennyire jó az a játékból vezetni. Csak, ja. Csak tényleg, hol a potenciál belőle. Csak néha egyébként igaz, Misu, ezt érzékeltette is, hogy gyerekek, játszunk 60 FPS van, és mikrolaggal a játék. Ja. Hát Ubisoftos technológia, ez ilyen, jó, ez úgy minden. Megyek, hogy jelenleg így kb. Rajzolom magam előtt az utat, tehát... Ó, én sokacok, én nagyon várom a szörkültösöt. Na kíváncsi leszek. Hallod, de tényleg húzassuk már ki szélelnyi, mert kíváncsiuk, hogy... Majd figyelj, hogyha ez megy 4.9-et, akkor az mennyit megy? 420-at? Vagy mennyit? Nem tudom, én 3.94-et sima állapotba értem el. Azért mondom, hogy próbáljuk már majd ki, ez is beállém ide a Józsi. Jó, de tuti lemörfelik majd, ha olyan. Hát, de elég irányítatlan, ahogy mondtad, tehát... Aha, hogy... lefullad akkor. Mert általában az ilyenek egyébként itt a mercik is, eleve a mercik a játékban olyanok, hogy... törkültünk, mert kegyetlen gyorsak, de vezethetetlen. Végén várjatok ma meg, hogy csak hogy beérjük a célba. Még az a baj, én inkább menj be, mert Misu tudja, hogy bemenne a célba. Ez én nem megyek be, kajak nem a francot nem. Biztos nem vagyok, megyek biztos be, vagyok benne. Igen. Én is biztos vagyok benne. Igen. Én nem hiszem el, Misu. Nem megyek be. Én nem hiszek neked többet. De higgyél nekem. Fogadjunk, hogy látom. Tudod, ez a Misu, hogyha bemész, akkor meleg vagy, de ma az vagy, akkor mindegy. De te nem ugye vele, hogy már úgyis mindegy. Jajaj, de nem, amúgy tényleg nem megyek be, álljunk meg. Akkor állj meg Ábel mögött, mit tudom én, 100 méterre. Állj meg! Én nem hiszek Misunak. Viszont nem így. Jaj, de azt a jaj! Jó, hogy én a szembesába megyek. Vannak ilyen érdekes kanyarok, én is a szembesába jöttem itt a... De az a durva, hogy itt mutat, szóval ez tök jó. Hogy bízok benned, viccel. Bízzel már bennem. És én azt sem hiszem el, amit kérdezel most. Anyád jönnek szembe! Mi borultam? Hát lassítottam is, mert csak 600 méterre vagy. Nem tényleg, egy kilométer. Várjuk meg a végén. Egy kiló! Jó. Te miért a szembe sába vezet ez az állat? Úgy, mint volt a GTA a partiba, érkező sorrendben megyünk, de ennyi. Azt a büdös! Nem tudom ki, de mehetsz, nem tudom ki az, de hol két lemenni? Misu. Ah. Várjál, most hol? Ez melyik város? Dallas? Az? Nem tudom, aha. De gyere. Dallas? Ah, nem. Kamcsatka, nem. Lehet, hogy az Misu.
Sőt, lehet, hogy Cegléd. Miért nem csak írva a táblán? Én már nem bízom véletlenül. Istenem! Megálltam volna. Kiszökönhet, Misúr. Akkor revéd bennem. Így nem a teljes tomó. Persze. Velvel! Gyönyörű! Nem azért, de a harmadik hely nem tök jó helyezés, mondjuk kivéve, hogy hárman vagytok, de amúgy szerintem tök jó, szóval bronz helyezés. Na, és kacok így a vége egy ilyen performance-os mörcit. Nézzünk. Én hozok egy McLarent. De tenne. Hát az a durva, hogy de. Lehet, hogy hozzon valamit, de lehet, hogy alul fogsz maradni, mert ezek nagyon durván mennek tényleg. Jó, hogy mondom irányít. Lehet, hogy kanyarokba majd visszahozom. Na, performance. Most ez a circuit. Misu, mehet. Misukám nem bír veszíteni. De. Ja, ez ilyen nem tudom milyen matica, ilyen... Nem szeretem, a dolgokhoz nem tartják magukat. Nyöt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 
nem. Misu ja. Izé felrúgta a szerződést. Hát csak belöktél izé valami, mit tudom én, barlangrendszerbe, érted? Hány lóerős, micsoda? Na, melyik volt az? 640, 650 lóerő, 711 Nm és 800 kiló! Még 800 hát kiló se! Hát akkor ez azért megy így, gyerekek! Ő melyik az? Ő valami deliver... Nem leaving? Vagy egy picit majd a starta. Mindjárt mondom, várjál, faction küldi? Igen, faction. Mindjárt mondom, itt van itt van közelünkben, mindjárt Jézusom, mondom, mi a neve. Gyerekek. 12.000 dollár volt. Observatory Dash. Jó, nem, ez performance. Megvan az. Szerintem. Jó, indítom. De várjál, de ez circuitos? Igen. És biztos? Aha, igen. Ott így a jobb felsősorokban. Igen. Na, go. Igen. Igen. Ez valami hülye szabály. Igen. Igen. Jó, de várjátok, itt vigyázni kell a kocsira. Itt nem lehet állatkodni. Itt egyszer kicsúszol, akkor nem baj. Próbáljunk meg azért. Mondom nekik, várjunk meg egymást, van egy hosszú egyenes. Van egy hosszú egyenes, ott nézzük már, hogy mit bír a kocsi. Hol volt az a kipafogalni? Simpsonon volt én, hallod? Kb. És mindjárt kiír, hogy valami... Ja, ott van, látod, ott ez a... Most én GL-es futár. Nem szabad megsérülni az én. Ne! Lag van amúgy, lag van. Egyébként inkább le is maradtam kicsit. Mögöttetek. Ojaj. És úgyse bír magával. De bírok meg, mert mindjárt az a negyed a kocsi. Gyerekek, ez nagyon disztó vagy ez a kocsi! De az a baj. Nem lehet irányítani, ja. Nagyon, tényleg. Igen, ez viszont kedvesen jó vezetett ez a Mercedes. Nagyon nehéz itt tartani. De jó, nem olyan. Rossz a... Mit csináltál? Te! Kókesz! Mit csináltál, Misu? Kókesz, mit csináltál? De á! Kókesz. Ja, akkor vigyázzunk, ja, nem megyek gyorsan. Ja, akkor már ábel csinálunk ma meg ketten. De nem már. Megcsináljuk, újraindítsuk. Nem, mert ez itt fog nyomajogni egész éjjel. Jó, ennyi van, itt erre trájt. Szemét! Tessék. Persze, ha ő elrontja, akkor egyből estart én. Soha többet nem lesz Crewmaster, az biztos. Az biztos, igen. Dehogy nem. Pont olyan, mikor én is elrontottam. Látod, és csak a izé ment be, a Dani ment be az egyik videóba, de ott sem sírtam. Jó, de ez ó, na, Misu, tanulj meg vezetni, és akkor nem veszem bajt, jó? De te, ha tetszett, akkor én nevetek. No, én megyek Misu elő, mert összetörünk. Nem, nyomjuk egymás mellett. Ú, de lagban, jó, Ábel inkább belengedlek, inkább Misu te is menj majd, nem ja. Tudom, de nem, olyan lagban hallott, hogy... Van benne, igen. Úristen, mi ez? Áj! De Misu elég szépen megpuszilta a kocsit. Menj! Ujjaj, mi ez a lag? Nekem is hiányzik a kocsim, nem tudom miért hiányzik belőle. Lehet valaki belém jött hátulról, Misu? Hát ez nagyon durva ez az autó, gyerekek. Nem merek nyitni. Hát ne is, ne is. Majd figyelj, lesz ez a hosszú egyenes. Ja, bele, menjél. Az a baj, olyan könnyen sérül. Hú, de... Á, ja, Ábel kicsit. Misu, csesz ki!
UPC. Hát basszus, hát menj, akkor menj előttem te! Jaj. Szívbajt hozod rám. Mondom, én ki akarom, olyan mit tudom, azt hiszem itt átmegyünk, és itt lesz nem sokára, amikor izé lesz ez a hosszú kis egyenes. De baj, tényleg jövök előttetek, hozom a szélárnyékot. Bevenni vele a kanyar. Ez a hosszú kicsi egyenes, ez úgy érzem, hogy kicsit el lehet mondani szerintem. Ez a kicsit nagyon. Igen. Nagyon hát nehéz. Egy kicsit nagyon. Or nehéz, nem? Ezt írják or nehéznek. Olyan előre érzem. Pedig amúgy performance, elég jól megy a kocsi meg. Jól is vezethető. Ja. Csak szörfintban már veszélyes. Eltalálták. Akkor lesz ma az a hosszú gyönyör, egyenes. Gyönyörű amúgy az a Mercedes. Aztán most lesz, várjál. Aha, itt most van, egy jó rész, igen. Itt, de itt hatalmasat lehet buktázni a végén, úgyhogy figyeljetek majd oda. Ó, jaj. Na ez az, nyomjátok neki. Nyom neki. Azt a büdös. Emeltek, csinálom nektek a szélárnyékot. 400, 4-3, 4-4, 4-6, 4-7, 4-8. És 404-gyel megyek. 4-9. De nekem nincs szélárnyékot. 413! Úristen. Azt a büdös, és úgy akad a játék, vagy nem tudom, hogy töltöget. Jézusom, lecsúsztam az útra. Jó van, úgy van. Júj, bele! 4-20, 4-23, mi a tököm? Mi sinak az Menj, Misu, menj. Megyek. Gyerekek, ez nagyon durva. Nagyon beteg, de az a baj, nagyon óvatos. Előbb itt jól jött szembe egy civil, ha most már nem jön. Júj! Azt nagyon nehéz megfogni, látod. Ez mi lehet? Misu keresztbe megy az úton konkrétan, ahol egyenes a út. Tehát nem is, hogy szánkázik. Megmozgatod, nagyon nehéz. Menjünk Misu, hol engedlek, hogy ne... Ú, gyerekek, itt a végére figyeljetek. Itt a végén már nem lesz egyenes, itt már a végén ilyen izé van, kanyargós, rossz. Rossz út. Azzal az autóval érdekes lesz. Hát ja. De nagyon durva megy, gyerekeket, ezzel veszméletlen. Ne súrold már! Jóska, már sárga vagyok. Akkor most kell is kilökni. Nekem még csak az a hiányzik, ami az elején. Hát jó, de megtalálnám ezért másik. Igen. Baj, lassítok egy kicsit, értek. Hát, nem rossz tényleg, tehát hosszú egyenesbe verhetetlen szerintem. Kegyetlen. 4-24, de olyan... Hát amúgy az újabb percik, azok ment? Lehet, hogy mennek. 4-24. Nem, az Ábel. Az enyém? A enyém is úgy megölt. Hát a 4-20 az meg se kottyan neki egyébként. Tehát a tiédnek? Aha, ennek a szarnak. Hát akkor de én eleve szélek, de én eleve szélnálék nélkül mentem 4-4-4-5-5 fele. Hát én is annyit mentem vele kb. A 400-at. Azért mondom, hogy Misu mögött meg simán fölmentem 4-20-ra. Nem voltam mögötte sokáig. Tényleg, melyik lehet a leggyorsabb kocsi egyébként így? Hát szerintem vannak azok Lúltam az újabb mercik, azok nagyon durván mennek amúgy. Jó, én semmi elműtt tudok, hogy de lehet, hogy a Salin a leggyorsabb egyébként. Micsoda? A szörkültös Salin. Ja. Salines 7. Az gyanús, hogy az a leggyorsabb, az kegyetlen. Nekem? Nekem még zöld. Ja, tök jó. Nem is még zöld. Két harmad talán. Hát nekem egy ilyen kis pöcök hiányzik. Köszönj kell, akkor se annyira le van kérni. Azt a mindenit, gyerekek, hát ez nagyon jó volt. Jó, az a kipufogó ábel, ez olyan tetszetős, nem? Oldalt. Ja, hát elég durva, ilyen challenge ágyú. Ilyen gépágyú. Micsoda? Igen, milyen challenge-et csináltál meg. Ez a csinálj a harmadik. Nem ez a, nem ez a, ez a csinálj gameplayt a crewról, kijönnek az új autó. Igen. De kírjál meg a végén el. Ó, bocs. Misu már megint. Na jó, skacok, ennyi lett volna egy újabb crew videó. Hát bemutattuk az új autót. Van előnye, van hátránya, Misu, ne toljál már, szétverlek. Ja, meg ugye az új két factiont úgy kipróbáltuk. Egy újabb videóban majd az új PvP módokat fogjuk bemutatni, nem tudjuk mikor, jövét utána meglátjuk. Ja, szóval köszönjük szépen a figyelmet, addig is sziasztok! Sziasztok! Hello!